Elképesztő hét kapott a napokban több ellenzéki vezetésű város önkormányzatának távfőcége is. Hiába tették azt, amit az Orbán kormány kért tőlük és poroltak a gázzal, az MVM ködbét fizettetne velük a fel nem használt gáz után. Az Orbán kormány tehát előbb spórolásba hajszolta az önkormányzatokat, az önkormányzati intézmények bezárását okozva ezzel az egész országban, majd megbüntette a spóroló önkormányzatokat, akiknek ugyanúgy ki kell fizetniük a felhasznált gázt, csak nem gázszámla, hanem ködbé formájában. Az Ányék kormány szerint mindkét eddig megbüntetett város esetében el kell engednie az NVM-nek a ködbét, a többi városa pedig ki sem szabad ilyet szabni. Világra szóló botrány, hogy egy rezsiválság közepén a kormány azért bünteti az önkormányzatokat, mert jó spóroltak, és ezért a gázét is behatja rajtuk a pénzt, amit fel sem használtak. Az ányék kormány inkább segíteni és támogatná az önkormányzatok távhő cégeit, mert kormányzati pénzbehajtással csak ezek a cégek fognak bajba kerülni már az árnyék kormány Magyarország egyetlen reménye arra, hogy biztonságban kerüljünk ki a hétszeres kormányzati gázáremeléssel okozott lezsűválságból. Nehéz észszerű indokokat találni az önkormányzati távfőcégek megbüntetése mellett, mint politikai és gazdasági haszonszerzést. Miskolc és Szeged egyaránt ellenzéki vezetésű városok, és valószínűleg csak az elsők, akik ilyen büntetést kapnak a kormánytól ezen városok kivéreztetett távhő cégeit minden bizonyja szívesen megszerezni olcsón az Orbán kormány, illetve a mögött álló fideszes milliárdosok üzleti köre. Elég csak arra gondolni, hogy Mészáros Lőrinc már betette a lábát a gáz- és áramüzletbe is, úgy tűnik, hogy még mindig nincs vége a terjeszkedésnek. Az ányi kormány szerint mindkét eddig megbüntetett város esetében el kell engednie az NVM-nek a kötbért, a többi városra pedig ki sem szabad ilyet szabni. Az ányi kormány inkább segítené és támogatna az önkormányzatok távfő cégeit, mert a kormányzati pénzbehajtással csak ezek a cégek fognak bajba kerülni. Már az ányi kormány Magyarország egyetlen reménye arra, hogy biztonságban kerüljünk ki a hétszeres kormányzati gázemeléssel okozott rezsiválságból.